Andrási Gyula családjának szimbolikus újraegyesítéséről tárgyaltak Tőketerebesen. Polgárdi polgármestere és római katolikus plébánosa a Tőketerebesi Délzempléni Múzeum igazgatójával és a helyi város vezetővel találkozott. Andrási Gyula családjának egy része a kelet-szlovákiai városban, a kastélyparkban állított mauzóleumban, míg gyermekei polgárdiban lettek örök nyugalomra helyezve. A polgárdiban lévő kastélykertből származó földdel három urnát helyeznének el a tőketerebesi mauzóleumban. Az 1890-ben elhunyt Andrási Gyula magyar miniszterelnök feleségével, Kendefi Katalinnal és elsőszülött fiával nyugszanak egykori otthonuk a Tőketerebesi Kastélyuk kertjében megépített mauzóleumban. Egy évvel ezelőtt sikerült nekem először ide eljutnom ebbe a, a kis mauzóleumba, és akkor szembesültem azzal, hogy akit mi 2013-ban, újra temettünk András Ilonát, az ő ö, szobra itt látható, hogy a szüleinek a sírjára ráborult. Ilonának a földi maradványai a templomkertben nyugszanak, Polgárdiban, míg ifjabb Andrási Gyula és felesége, Zicsi Eleonóra földi maradványai megsemmisültek. Így jelképesen a kastélykert földje kerülne az itt elhelyezett órnákba.